Három lineáris gyorsítóval végezték eddig a daganatos betegek sugárkezelését a Markusovszki kórházban. Ebből kettőt már nem lehet javítani, mert nincs hozzá megfelelő alkatrész. Ezeknek a gépeknek nagyjából 10 év az élettartama, majd cserélni kell őket. Az egyiknek a pótlását már megoldották, 800 millió forint uniós támogatással beszereztek egy új sugárterápiás készüléket, ami a következő 10 évre biztosítja az onkológiai betegek magas szintű ellátását. Ez egy olyan készülék, ami beszerzésre került, ami egy rendkívül a legmodernebb készülék most napjainkban, és a betegnek sokkal rövidebb idő alatt, sokkal kényelmesebben és sokkal nagyobb biztonsággal adja le azt a sugárkezelést. Júniusban szerelték be. A próbaüzemet követően fokozatosan nőtt a betegek száma, már 1000 kezelést végeztek vele, és jók a tapasztalatok. A páciensek pozicionálását beépített CT ellenőrzi, a sugárnyalát pedig csak a rákos sejt pusztítja, az egészségeseket nem. Mivel nagyon rövid időtartamú egy-egy kezelés, ezért viszonylag sok beteget át tudunk forgatni egy-egy nap. Ez azt jelenti, hogy a mai napig körülbelül 10 percet kell számolnunk egy beteg kezelésére, tehát óránként 6, egy műszakban körülbelül 50-60 beteget tudunk megkezelni, így ezzel a készülékkel egy műszakos munkarend esetén. A főigazgató a sajtótájékoztatón elmondta, a kórház életében jelentős lépés ez a fejlesztés. Regionális onkológiai centrumot működtetnek, 3 megyéből fogadják a betegeket. Évente 1500 új daganatos beteget diagnosztizálnak, és 20 000 sugárkezelést végeznek. Hende Csaba arról beszélt, hogy a kormány és a szaktárca döntött az uniós támogatások elosztásáról. Egy másik gép is érkezett a kórházba, ami még ennél az új berendezésnél is modernebb, de a finanszírozását még meg kell oldani. Küzdünk a második gépért is, az a gép már itt van, most már csak a finanszírozását kell megoldanunk, de így vagy úgy azt is meg fogjuk oldani az egészségügyi kormányzattól. Hosszú ideje, többszörös szóbeli ígéretekkel rendelkezünk. Bíznak benne, hogy a második gépet még idén ősszel üzembe lehet helyezni. Ez akár légzésvezérelt sugárterápiára is alkalmas lesz, ami azt jelenti, hogy képes lekövetni a levegővétel okozta elmozdulásokat.